Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Ez itt a 2024-es AMTS, ahol vannak ültetett nagyfelnis golfok, ültetett nagyfelnis passzátok. De elhiszitek el, előfordul még néhány ültetett nagyfelnis keddi is. De ezeken felül is vannak érdekes autók, úgyhogy most megyünk egy ilyen gyors kört, amit a beengedés előtti rövid idő megenged nekünk, és megmutatom, nekem mi tetszik a leginkább. Ne vitatkozzunk az ízlésről, de bennem valamit ez az A6-os Audi megmozdított, és nem is feltétlen azért, mert ez az én stílusom lenne, de azért, mert a mindenhova beépített monitorok, meg a lealkantarázott motorbelső, az a bennem élő gyereknek szól, aki még Pimp My Ride-ot nézett. Amúgy ez egy 4.2 V8 Quattro, ha megnézitek, akkor az S8-nak a kerámia fékei vannak alatta, hátrafelé nyíló hátsó ajtók, mindenféle karbonbetétek, elképesztő kárpitos munka a belsejében, nyilván Airride. Hogy mondjam, ez az autó ebben a formában azért nem érdekelne különösebben, mert közlekedni, vagy hát csapatni vele, ahogy egy 4.2-es V8-as kombival lehet, de hát úgy már nem lehet. Ellenben, ha ránézel, és a beleölt munkát, meg a kreativitást látod, meg főleg azt, hogy ennek a gazdája, az építője mennyire máshogy akart mindent csinálni, mint az ma jellemző lenne, az szerintem mindenképpen megsüvegelendő. Az meg, hogy monitorok vannak a géptérbe, hát Istenem, ez az autó életének jelentős részét így tölti, és jó pofa. Úgyis mindenki azt hiszi, hogy a Mazdáról fogok beszélni, de nem, mert itt egy Espada, Lamborghini Espada, egy gyönyörű négyüléses túrakupé, természetesen Marcello Gandini, természetesen V12 sokkarburátor, de amiért igazán tetszik nekem az az autó, az az, hogy ez nem úgy kupé, hogy lecsapták a tetejét, hanem fejtelet akartak a hátulülőknek, hogy ez egy teljes értékű négyüléses lehessen, ezért, ha megnézitek, a tetővonalat magasan hagyta Gandini, és inkább az autó alját göndörítette fel optikailag a lemez munkával, valamint a hátsó ablaknak a megrajzolásával, és ez, mondom, ez úgy kupé, hogy nem a tetejét csapták le, hanem az alját húzták föl. Egy picit látni benne a 40-50 évvel későbbi Ferrari FF-et, de mindenki a kuntásra izgul, meg a hasonló korabeli extremitásokra. Szerintem ez egy ezerszer harmonikusabb, és főleg ezerszer esztétikusabb autó. Imádom, és ha belenéztek a belsejébe, hát annyi fa van benne, mint a komplett bajor erdőben. Nagyon-nagyon kéne. És hát természetesen mi sem maradhatunk ki a buliból, az Eneos standján. Itt van Oliver Jarissa, itt van Bútor Robi versenyautója, valamint talán az egyik legikonikusabb magyar épített autó, hogyha ezt az elcsépelt szót, vagy elkoptatott szót használhatom, Karotta hangyásza, ami, hát, ahogy egyre jobban látszanak rajta a használati nyomok, egyre ütősebb. Most jöjjön néhány rendes versenyautó, ugye itt van a Hungarogumi standja, ami a HDTK-en egyik támogatója, tehát nyilvánvaló, hogy a HDTK-ent azt ide állítottuk ki. Vannak mindenféle Gusta Felnik és egyéb kiegészítők, az egyik kedvencem, ezt 16-osban nagyon elnézegetném a Mazdán, de a Speedzone standján vannak most elég súlyos dolgok, például ez a Lancia 037, és ez nem egy replika, ez egy eredeti versenyautó, ugye a 2 literes Lampredi motor ebben turbós és kompresszoros, ezzel próbálták csökkenteni a turbójukat, és ez volt az utolsó autó a Rally világbajnokságon, a WRC-ben, amivel nyerni tudtak az Audi Quattro ellen. Eszméletlen sztori, most csináltak belőle egy jó kis drámai filmet, nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz rossz. Mellette Szavéri Zoli a 300-essel versenyautóval, ugye ez még az általuk amúgy nagyon magas színvonalon megépített és restaurált 300-eselek között is egy nagyon magas színvonalon megcsinált autó, és mivel van itt egy régió ismerős, kinyitja a géptetőt. Csak nem éri el a túloldalon a sor. Én nem nyúlok hozzá! Te húzd meg! De azt is húzzam meg? Hát, azt húzd meg! A 3 literes sorhat, ami a melyik? Az Adenauerből származó 3 literes sorhat, ami hát itt már, ha jól látom, mechanikus, befecskendezős, és a többi, és a többi. De ami ebben az autóban a diszonanciát adja, az az, hogy látod ezt a kasznit, amit múzeumokban szoktál meg ilyen porcelán emelvényeken szoktál meg, és itt van benne egy rendes ketrec, meg a versenyülések. Ez itt egy Ferrari 512 BB, azaz Berlinetta Boxer, ami hát a Ferrari részéről azért elég erős csúsztatás, mert se nem Berlinetta, se nem Boxer, ugyanis a Berlinetta az az ormotoros nagy kupékat jelöli, a Boxer pedig a Boxer motorra utal, és ez nem Boxer, tudjátok, hanem egy 180 fokra kinyitott V12, egylapos V12. És
sok tulajdonnak komoly kritikája volt ezzel az autóval kapcsolatban, hogy ugye elő van a hűtő, hátul van a dögnagy motor, és meg kellett keringetni a hűtővizet itt a kaszniban, ami miatt irgalmatlanul kifűtötte az utasteret téren, nyáron, ha kellett, ha nem. És emlékeztek a Testarossának, az utód modell Testarossának azokra a hatalmas sajtreszelő légbeömlőire az oldalán? Na, arra azért volt szükség, mert egész egyszerűen berakták ide a motor radiátorjait az ajtók mögé, és így nem kellett megutasztatni a forró hűtővizet a kabin mellett, így nem főttek meg a tulajok. Ha vannak a magyar autósport történetnek ikonjai, akkor az az F-Astra. És ez nagyon furcsán hathat egy F-Astra mellett állva, de ez itt egy kupás F-Astra, és nem utólag átépített, vagy nem annak a specifikációja alapján megcsinált autó, hanem az egyike annak a 42 plusz 1 példányos legyártott szériának, ami még Szent Gotárdon készült, azon a gyártósoron, ahol az utcai autókat csinálták. Cserkuti Öcsi bácsi és Dancsó Pál ötlete volt az, hogy itt az ébredező kapitalizmusban nyugati mintára csináljanak egy olcsó versenysorozatot a 90-es évek elején, ahol tehetséges kezdő pilóták viszonylag kis pénzből tudnak megmutatkozni, versenyezni, fejlődni. Ez hívta életre az Astra kupát, és ez itt most egy tökéletesen restaurált darab. Olyan emberek kezdték ezzel, Walter Csabi, Besenyei Zoli, Kis Norbi, tehát olyan arcok, akik azért nagyon komoly sikereket értek el nemzetközi szinten. Az 1.6-os szívómotor van benne, emlékeim szerint talán egy rövidebb váltó van benne még a korábbi szériából, és természetesen becsövezték, valamint kagylőüléseket kapott, de még azokat a jellegtelen 90-es évekbeli zakókra emlékeztető belső kárkutat is meghagyták az első ajtókon, ami az utcai darabokban volt. Az én szívemhez mindig közel állt az F-Astra, ez pedig a csapatos F-Astráknak a csúcsa, tehát ez meg különösen. A nyugat maga az R129-essel, ugye R, mert Roadster, ez egy 500-as, tehát az 5 literes V8 van benne, és meghökkentően piros színű, ami nekem azért nagyon durva, mert már ezeket az autókat akkoriban is csak szürkében, meg feketében, esetleg kis fantázia esetén sötétkékben voltak hajlandóak megvásárolni. Hibátlan darab, Brabus kerekeken, ez tényleg az autóipar, amikor a 80-as évekből átért a 90-es évekbe, az egy ilyen nagyon furcsa massza volt, mert voltak még nagyon régi technikák új köntösbe húzva, meg még voltak ilyen kicsit régi autónak látszó, nagyon modern dolgok. Az SL igazából, mint Bruno Sacco egyik legnagyobb alkotása, tulajdonképpen kortalan. Nekem talán a kedvenc mercim a 90-es évekből, és tök érdekes, pont a napokban számolgattam, hogy ez annó 92-ben a Kárpát utcában egy 12 millió forintos autó volt, amikor az átlag fizetések ilyen 12-14 ezer forint környékén alakultak. 12 millió forintos autó, amikor 12-15 ezeret kerestél. Nagyon-nagyon durva. Átszámoltam mai ára, az inflációval kalkulálva, ez egy 140-150 millió forintos mutatvány lenne. Szerintem az a legnagyobb királyság, amikor a mérnökök, vagy hát az otthoni fejlesztőknek egy kicsit tényleg el tud gurulni a gyógyszer. Most figyelj, egy A4-es Audi egy 4.2-es V8-assal, az úgy már igazából mutat. De amikor erre a 4.2-es V8-asra felültetik a TFSI-nek, a 3000-es TFSI-nek a kompresszorát, az azért már tényleg megőrül. Természetesen az autó quattro, be van csövezve, és ismerjük a tulajt, és azt mondta, bármikor kipróbálhatjuk, ezzel idén mindenképpen élni fogunk, mert amikor egy ilyen takarja a kilátást, akkor garantált a mosoly. Ne, ezt hagyjad, ott láttam nagy fel is ültetett golfot. Innen indultunk. Ezzel kezdődött a videó, hogy nézd egy nagy fel is ültetett golfot, nézd egy nagy fel is ültetett passzát, úristen, egy nagy fel is ültetett keddi. Ez tipikusan az a helyzet, amikor az ember azt hiszi, hogy tudja, mit lát, de aztán elkezdi nézni a részleteket, és egyre kevésbé biztos abban, hogy mit lát. Ugye mit látunk? Egy hosszú quattro kasznit, viszont aki egy kicsit is benne van az offroadban, az kiszúrhatja először a Range Rover felniket, aztán pedig a Range Rover alvázat. És azt gondolnánk, hogy hát ez biztos valami ilyen háztályi csettegő melléktermék, de nem. Franco De Paoli, 80-as években egy vállalkozó, mindenféle különlegességekkel kísérletezett Dakaron, és emberünk megépítette a Range Rover alvázas Audit, amivel aztán oda állt a Dakarra. Nem tudom, hogy ez az autó az-e, vagy hogy annak a nyomán készült-e, mindössze 5 prototípust készített el az öreg, és azokkal sem tudott komoly sikereket elérni, hiszen akkor már zúztak a Porsche Dakar versenyautói. Tudjátok, azok a nagyon fura hátuljú 911-esek, amiből aztán kinőtt a 959. Kevesebb, mint 5 prototípus készült De Paoli műhelyében, de nem tudott vele komoly sikereket elérni. Tudjátok, már mentek azok a fura 959-esre emlékeztető Rothmans dekoros Porsche-k, de az biztos, hogy kevés ennél különlegesebb dolog létezik. Audi hajtásláncelemet sem nagyon érdemes keresni benne,
V8-as Rover motor van benne, de Pauli egy ilyen teljesen elborult állat volt, egyszer csinált szintén a Dakarra egy Ferrari F40-re emlékeztető Pajero alapú versenyautót. Ez az a fajta őrület, ami előtt én csak a legmélyebb tisztelettel tudok megborulni. Ez durva. És hogyha ezt valaki megépítette otthon poénból, hát az meg még nagyobb királyság. Ennek a blokknak a tematikája a középmotoros mániáim. Az egyik a valaha volt legkedvesebb autóm mindörökké, a Honda NSX. Ezt már ezer meg ezer videóban elmondtam, valószínűleg még nagyon sok videóban el is fogom mondani. Számomra ez a tökéletes autó, amit keresek egy autóban, amit szeretek az autózásban, az ebben megvan. Aztán itt el mellette egy Clio V6. Most ha itt szemből ránézel, úgy néz ki, mint egy jól felkasznizott Clio RS vagy valami, aztán ahogy így jössz hátra, nézed, hogy itt valahogy úgy megszűnik minden, amit egy Clio-nál megszoktál, kiszélesedik, hát azért, mert egy 3 literes V6 van a hátsó ülések helyén. Valami papundekli ugyan elszigeteli az utastértől, de képzeld el, ahol ott üvölt benne az a 250-260 lovas motor. Beszélgettem olyan kollégákkal, akik ezt még újkorában tesztautóként vezették, azt mondták, hogy úgy akar keresztbe menni, mint semmi. A Rheinsberg-varrásnál nyilván egy kicsit hangoltak a futóművön, akkor barátságosabb lett, de hogy ez az autó ez csak keresztbe akar menni, hát nem nagyon csoda, a karosszériának a súlya be van pakolva motorként a hátsó ülés helyére. Nagyon különleges, nagyon ritka, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, de birtokolni nem ezt akarom, hanem azt. Erről az autóról már tavaly is megemlékeztünk, és idén csak azért mutatjuk meg, mert van progresszió, hiszen 3 nappal ezelőtt beindult. Hogyha idáig nézed, ez egy E36. Hogyha a kompaktot nem számoljuk, akkor a 90-es évek legkisebb BMW-je. De gyere csak fölfele! Ez viszont a 90-es évek legnagyobb BMW motorja, egy V12. És hát benne van, és megy, és gyorsulási versenyre építették, 6000 köbcenti, 440 lóerő, 600 Nm, de nem ez a meredek, hanem az, hogy ezt az autót papírozni akarják. Mellette egy hetes, talán pont egy ilyenből jött a motorja annak az E36-nak, és pont arról beszélgettünk itt a Royal Standján, hogy mennyire iszonyatosan megérett ez a forma, hogy ez az autó, ahogy telnek az évek, egy kicsit olyan, mint a Bána Merci, hogy évről évre jobban néz ki. Egy irdatlan szekrény, de még nem otromba, hanem finom vonalai vannak. És ugyan tudom, hogy nem illik bele abba a sorba, de nekem nagyon nagy kedvencem az E60-as M5. Nekem talán ez a kedvenc M5-öm, volt alkalmam versenypályán vezetni kéziváltóval, benne a szívó S85-ös, ugye 5 liter, valamivel több mint 500 lóerő, hengerenkénti pillangószelep, nagyon hasított a Forma 1, akkor ezekkel a paraméterekkel lehetett jól eladni egy sportszedánt. Problémás motor, oda kell rá figyelni, de hogyha oda van rá figyelve, meg van vigyázva nepper nyelven szólva, akkor olyan élményt ad, mint kevés dolog. És hogyha a hetekben esetleg jártatok Draskovics Andris csatornáján, akkor láthattátok ezt. Ez egy egyel korábbi M5, mint az, tehát egy egyel korábbi M5-nek a motorja van ebben, ez egy S65, szintén egy hengerenkénti pillangós V8-as az E39 M5-ből, viszont a kaszni az egy E30 Touring. Én amúgy mindig kombinak hívom a BMW kombikat, mert nekem vannak barátaim, de ilyen gép mellett meg kell adni a tiszteletet, ez egy Touring. Az Alpina dekorok. Bocsánat, S65-ös motort mondtam, ez egy S62-es motor, mindig elveszek ezekben, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van egészséges 400 lóerőd, hát egy ilyen kicsit túldimenzionált zsigulinyi autóban, eszméletlen igényességgel megcsinálva, erősen kéne. A videó elején gonoszkodtunk itt, meg egyszerűltünk a nagy fenn is ültetett golfokon, de azért meg szeretném adni nekik az igazságot, hogyha hozzáteszél egy pici kreativitást, meg egy pici ötletet, pont jó helyen, akkor eszméletlen dolgokat lehet belőle kihozni. Én Looney Tunes-on is nőttem fel, tehát ez a dekor, ez eleve megvan, nagyon tetszik a bézs fényezés, de nézd csak ide! Ugye alatta van a szinte szokásosnak mondható hatalmas BBS felni, de terveztek rá egy ilyen aerodísztárcsát, ami hát létezik belőle kapható változat, de ezt pont megcsinálták, és 3D nyomtattak hozzá egy kupakot, amivel föltették, és ezzel már elérsz egy olyan tehát nem mondom, hogy egyedi, mert létezik ilyen máshol is, de pont annyit teszel az autóhoz, hogy a többi nagyfenn is ültetett Golf közül egy kicsit kiemelkedj. Amúgy 1.8 turbó, és hát állítólag elég félelmetes, mikor 2 kilót megy. De az én kedvencem talán ebből az egész kultúrkörből az ez az autó, pont azért, mert a gazdája meg tudott állni.
tehát meg tudott állni az ültetéssel, meg tudott állni a felni mérettel, és amin Ronald Turbo van, én azt nem tudom nem szeretni, egyszer biztos, hogy lesz egy ilyen felni garnitúra valamelyik autómon. Természetesen ez is 1.8T, de nézzétek meg a kasznit, hogy egy igényes fényezés, megvan az összes díszléc, megvan az összes esőcsatorna, a kilincs, a tükör, perfekt! Itt, amikor egy autó átalakítása ezen a szinten megáll, akkor még tud végtelenül ízléses és szerethető, főleg szerethető lenni. Nekem azért tetszik nagyon ez az autó. Amúgy nézzétek a Scania Turbot. Nemzetvezérünk mellett az igazi flash még az, hogyha megnézitek, akkor ennek az autónak a forgalmiában az van, hogy 1781 köbcenti és 110 kW. Ez ugye az 1.8T-nek a 150 lóerős változata. Egy barátomnak volt ilyen A6-osban, még az is nagyon jól ment vele. Na most ez itt egy A6-os hátsó sárvédője súlyban. Hát azért megadhatjuk neki, hogy rendesen szalad. Akárhogy is, ha kijössz az AMTS-re, garantáltan találsz olyan autót, ami tetszik, megtalálod azt az irányzatot, ami tetszik, és főleg meg fogod találni azokat az embereket, akikkel meg tudjátok beszélni ezeket a dolgokat. Mi most lépünk, mert dolgunk van még a Markon standon, autóztatunk és a szokásos. Aztán iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.